Ismét eltelt egy hónap, így ismét jelentkezik a Malsó Kosár TV. Először azt nézzük meg, mi történt legutóbbi jelentkezésünk óta. November utolsó szombatján Pakson lépett pályára a Marsóvagi NKK, és 86-71-es vereséget szenvedett az atomerőmű otthonában. Egy héttel később az Albakomp látogatott a Bújtusi csarnokba, és bár a hazaiak tartották a lépést a fehérváriakkal, a meccs végén a vendégek örülhettek 71-63-as sikerüknek. Alkalmazkodva az ellenfélhez, mi is magasabb szerkezetre váltottunk, ez jól sült el, és volt, amikor már 10 ponttal is vezettünk. Azért tudni kell, az Albakomban annyira jó csapat, hogy rendezte a sorokat, és a fél időre már át is vette a vezetést. Harmadik negyedben tartottuk ezt a különbséget, negyedik negyedben elkövettünk olyan hibákat, 66-6-os állást, hogy 5-szer támadhattunk, azért kosarat dobjunk, kihagytuk az ígyszereket, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, kontrából könnyű kosarat dobtunk, akkor a különbség 8 pontra nőtt, és bármennyire próbáltuk ezt lefaragni, sajnos az idő már kevés volt hozzá. December 8-án a szomszédvár Debrecen otthonában volt jelenése a csapatnak, és ugyan a nyíregyházi szurkolók győzelmet vártak, az ősi rivális nyerte a meccset 94-76-ra. És ezzel még nem volt vége a veszőfutásnak, Szombathelyen ugyanis 105-67-es vereséget szenvedett Ferenczi Tamás együttese. Első negyedben jól kezdtük a mérkőzést, mint ahogy az eddigi bajnokságban szinte kivétel nélkül mindig. Jól védekeztünk, Falko utolsó másodpercben dobott el messzi távoli 3 pontosokat. Sajnos azt mondom, ez megint koncentráció, illetve figyelem kérdése, hogy a kizárást elfelejtettük, a második szándékból leszedett labdából pedig könnyű gólja plusz egy kosarakat szerzett a hazai csapat. Ezt követően támadásban elkövettünk olyan butaságokat, hogy nem megfelelő passzolási szögeket választottunk, első passában eladtuk a labdát, ellenfél ebből könnyen labdát szerzett, szinte azt mondom, hogy zsákoló bajnokságot és zsákoló sót rendezett a Arena Szaváriában. Sajnos ez mentálisan, lelkileg annyira megtörte a társaságot, sajnos bebizonyosodott, hogy amikor gond van, akkor nem tudunk összetartani, illetve nem tudunk összefogni és közösen kihúzni a kátyúban akadt szekeren, hanem meg kellett várni a fél időt, amikor ugye 15 percünk volt arra, hogy rendezzük a sorokat, átbeszéltük, hogy mit kell ezzel a védekezési forma ellen használni, minden passzokat, hogyan, miként kell küzdeni, hajtani a pályán. Sajnos a második negyedben ezzel is gondunk volt, és a második fél időben azt mondom, hogy egy tisztes mérkőzést játszottunk. Hozzá kell tenni, hogy ekkor már a Falko főleg a cserejátékosait szerepeltette. A 4 vereséget követően december 18-án a Szegedet fogadták Sitkujék, bízva abban, hogy megszakad a negatív sorozat. Nem így történt, mivel a Szeged 80-76-ra nyerni tudott, megszerezve első idegenbeli győzelmét. Első fél időben úgy gondolom, nagyon görcsösen játszottunk, érződött a társaságon, hogy 4 vereség van a hátunk mögött. Ennek ellenére azt mondom, hogy végig mérkőzésben voltunk. Második fél időben Miskovics kiválása után az ellenfél hamar meglépett, 12 ponttal, akkor védekezést váltottunk, zóna védekezésünkkel megfogtuk őket. Azt mondom, hogy visszajöttünk a mérkőzésre, volt, amikor a vezetést átvettük, volt, amikor a vezetésért támadhattunk sokszor. Sajnos be kell látni ebben a keretben, jelen pillanatban olyan kiélezett szituációban, aki magára vállalja azt, hogy ő eldönti a meccset, és jó döntéseket hoz, sajnos eddig még nem találtuk meg ezt az embert. Amikor ez a beszélgetés készül, még 2 hazai meccse hátra van a csapatnak az idei esztendőből, de azért már meg lehet venni a 2011-es év mérlegét, talán nem tudás azt állítani, hogy minden szempontból volt már jobb. Minden szempontból volt már jobb, mint évben, mint a 2011-es, bár alapvetően, mivel a bajnokság nem egy naptár évben zajlódik, 2 részre kell osztani, hiszen először is értékelni kell a 2010-11-es év második részét, illetve értékelni kell a 2011-12-es bajnoki év eddig eltelt szakaszát. Tehát így a 2 részben azt mondom, hogy a 2010-11-es évünkkel valóban volt már jobb, de rosszabb is, amit célt kitűztünk 2010-11-es bajnokság előtt magunknak, azt elértük, hiszen a 10. helyet elérte a csapat, ami a körülményeket figyelembe véve, illetve azt mérlegelve, hogy milyen körülmények között dolgoztunk, milyen játékos kerettel, milyen sérülések sújtottak minket, azt mondom, hogy reális volt, és talán kicsit erőn felül is. Tehát a bajnoki szerepléssel nincsen baj, a Magyar Kupába már 2011-ben sajnos nem léptünk pályára, idén meg még nem léptünk pályára, tehát ezt azt hiszem, hogy
szintén ebbe az évben gyakorlatilag nem lehet értékelni. A 2011-12-es bajnoki első fele pedig az eddig eltelt szakasz, azt hiszem, hogy csalódás számunkra, hiszen az eltelt 11 mérkőzésből 3-as sikerült csak megnyernünk, mindenképpen többre számítottunk, legalább egyel. Ha azt nézzük, akkor Isten igazából a kötelező meccsekből egyet nem hoztam Debrecenbe, de sajnos az elmúlt pár fordulóban mutatott játék az messze-messze van az elvártól, attól, amit saját magunknak is elvárásként megfogalmaztunk, meg azt, attól is, amit a játékosoknak. A nélkül szakmai kérdésekbe belemennénk, mi lehet ennek az oka, ugye meg volt kötve a keretkialakításnál a vezetőséghez a nyáron különböző okok miatt? Minden évben meg van kötve a kezünk, de szerintem mindenkinek meg van kötve a keze, mindenki igyekszik a lehetőségehez alkalmazkodni. Mi is ezt próbáltuk, azt döntöttük, hogy megpróbálunk építkezni, megpróbálunk egy olyan csapatot kialakítani, egy olyan csapatnak az alapját, amely a következő évben is egy jó alap lehet arra, hogy tovább folytassuk a bajnoki szereplést, és tovább is eredményesebben. Volt tavaly egy junior bajnok csapatunk, azokból a játékosokból, a kezdődből sikerült 4 játékost megtartanunk. Akiket igazoltunk, azok is alapvetően mind fiatal játékosok. Érkeztek hozzánk Vajdaságból honosított magyar játékosok, ez mindenképpen pozitívum, hiszen vagy azt gondoltuk, hogy pozitívum, hiszen piacképes magyar játékos olyan, akit mi meg tudunk fizetni, nem volt. Akik érkeztek, azokról úgy gondoltuk, hogy azok. Sajnos most az utóbbi 2-3 fordulóban ennek az ellenkezője látszik bizonyítani. Ettől függetlenül nem esünk kétségbe, hiszen ahogy mondtam, az alapvetően elvárt eredményességtől egy győzelemmel maradunk el, és még van 2 forduló, amit ha megnyerünk, azért ott leszünk megint a 9-10. Hely környékén. Mondom, sajnos az elmúlt 2-3 fordulóban mutatott játék az, ami csüggedésre adhat okot, de igyekszünk változtatni. Sportáktól függetlenül a 2011-es esztendőben rengeteg csapat küzd anyagi gondokkal, gondolom nem voltatok kivételek, ti sem ez alól. Nem voltunk kivételek, hiszen a gazdaság továbbra is még recesszióban van Magyarországon. Azt mondhatom, hogy 2008-as évhez hasonló válság volt a gazdaságban, és ezt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, mint az ország legszegényebb megyét igen súlyosan érintette, de hát ezt mindenki tudja. Nagyon veretes adat az, hogy gyakorlatilag NB1 ásférfi csapat egyedül mi vagyunk az összes labdajátékot nézve a megyébe, illetve természetesen nem belecsülve a Nyíregyháza Tigers csapatát, még ott vannak, de például itt most zárták ki az NB1-es röplabda csapatot a bajnokságból. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ebben a megyében a sport ennyire fontos, és úgy kezdtük ennek a bajnoki szezonnak, ami még nem volt. A Nyíregyházi Városi Önkormányzattól ebbe a bajnoki szezon, tehát a 2011-12-es bajnoki szezon ebbe a szakaszába egyetlen fillér önkormányzati támogatásra kaptunk. Szerintem ezzel mi büszkélkedhetünk egyedül az egész magyar bajnokságban, de nyilván megértjük ezt a helyzetet, biztatnak azzal, hogy lesz jobb, de ez egy tény. Tehát ilyen még nem volt, ehhez kellett nekünk kialakítanunk a játékos politikánkat, az, hogy milyen koncepcióval és milyen célokkal válunk a szezonnak. Nagyon nehéz most is. Én azt mondom, ha nem lenne ennyi saját nevelési játékosunk, és nem lenne ez az úgynevezett társadalmi törvény, amiből bizonyos mértékig tudunk forrásokat nyerni, de ez se oldja meg egy felnőtt hivatásos, vagy nem is hivatásos, mert mi nem teljesen hivatásos csapat vagyunk, de egy élvonalbeli csapat gondjait, akkor nem tudom, hogy tudnánk működni. Legyen pozitív végkicsengés a beszélgetésnek, miben bízhatunk 2012-t tekintve? 2012-ben csak abban bízhatunk, hogy ettől rosszabb már nem lesz. Vannak nagyon bíztató jelek, biztos mindenki tudja, illetve hát már ez a városban elterjedt, hiszen több sajtó megjelenése is volt, hogy Bige Lászlóval szeptember óta tárgyal a klub, aki Magyarország egyik legnagyobb vállalkozója és egyik legvagyonosabb embere. Hozott egy döntést, pont erre a társadalmi támogatásra is vonatkozik. Jelesül azt, hogy a Bújtosi Szabadidő csarnok felújításába több 100 millió forint társadalmi adományt bocsájtan a rendelkezésbe az elkövetkező 3 évben, amiben még lehet pályázni, és ezzel párhuzamosan, illetve ha erre van fogadókészség a csarnok jövő évi üzemeltetője részéről, akkor emellé kialakít egy, illetve segít kialakítani egy olyan csapatot, amely komoly nemzetközi szereplésre lehet jogosult majd. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de azt hiszem, hogy ez egy dolog az, ami bizakodásra adhat okot nekünk a következő évben, meg az, hogy hát ha ezek a tehetséges fiatal játékosok, akit ugye hoztunk mind a Vajdaságból, mind a saját nevelésűek beérenek és egyre jobban csapatot tudnak alkotni, ebbe lehet, hogy majd még egy-két személyi változást azért eszközölnünk kell. Egy lassan kulcsemberré váló fiatal játékos és egy 4 év után visszatérő kosaras a következő percekben Mohácsi Máté és László Róbert mutatkozik be önöknek.
akik figyelemmel kísérik régóta a nyíregyházi kosárlabdát, már hosszú évek óta hallhatták a neved, láthatok a pályán, ha más nem, először korosztályos csapatokban, aztán a felnőtt csapatban, de azok kedvéért, akik kevésbé ismernek, egy kis nacionális bemutatkozást kérünk tőled. Mohácsi Máté vagyok. Negyedik úgymond profi szezonomat kezdem meg itt az NKK-ba, előtte az utánpótlás palettát végigcsináltam én is, tehát egészen a kenguru korosztálytól a juniorig, illetve akkor még U20-as bajnokságig játszottam. 4 évvel ezelőtt kerültem fel a felnőtt kerethez. Azt gondolom, hogy az első év az teljesen még csak az edzés, a tanuló év volt. A második évben már egy-egy elcsipett perc jutott nekem is, illetve a tavalyi szezon volt az, ahol a szezon közepett táján a sérülések, illetve a csapatban keletkező problémák miatt több játék lehetőséghez jutottam, illetve a vezetőség felől is, illetve az edzők részéről is egy maximális bizalomban részesültem. Azt gondolom, hogy helyenként jó játékkal, illetve lelkes játékkal ezt tehát meg tudtam hálálni, és ennek is köszönhető, hogy most a negyedik évemben úgy gondolom, hogy ha nem is teljes vezérszerep, de jelentős dolgok hárulnak rám úgy a pályán, úgy mint a pályán kívül is a csapattal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy először is nagyon örülök neki, hogy bíznak bennem, nagyon örülök neki, hogy lehetőséget kaptam, és próbálok vele leginkább élni. Mennyiben más így játszani? Tehát említetted, hogy több szerep hárul át, volt egy időszak, amikor csapatkapitány voltál, mint beugróként esetleg kisebb felelősséggel. Nem egyszerű átállni erre a dologra, főleg ugye engem is meglepetésként ért, hogy 21 évesen csapatkapitány lehettem, de emellett nagyon örülök neki. Azt gondolom, hogy amin javítani kell, és amiben fejlődnöm kell, sokszor az a kiegyensúlyozottság, tehát amikor könnyedén játszom ezt a játékot, és nem görcsölök, akkor igazán jó dolgokra vagyok képes, de valószínűleg a fiatalságomból eredően sajnos becsúsznak rossz meccsek, néha én is rágörcsölök, néha van egy picit több izgalom. Nagyon bízom benne, hogy ez annak köszönhető, hogy a fiatalságom miatt, illetve nem voltam ilyen junior koromban, nem voltam sosem izgulós típus, és most sem vagyok az egy-két meccstől eltekintve, tehát azt gondolom, hogy nekem ezen kell mindenképpen javítanom, hogy ez a kiegyensúlyozottság meglegyen a jövőben a játékomban. Nappalin végzed Debrecenben a jogot, ez mekkora nehézséget, mekkora kihívást okoz? Nappalin végzem a jogot, nem hangzik egyszerűnek, nem is az. Azt gondolom, hogy ezzel az egyéni tanrenddel nagyon sokat nyerek, ami ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem kötelező az óráknak a látogatása, csupán a vizsgafeltételeknek, illetve tanulmányi kötelezettségeknek kell eleget tennem. Ez így jól hangzik, mert ugye válasz jelenteni, hogy csak vizsgázni járok be, de ez a jogi oktatás, ez sajnos nem olyan egyszerű, és sokszor jobb meghallgatni az adott tantárgyat az adott előadáson. Így azt mondom, egy picit nehéz tankönyvekből, illetve érzetekből elsajátítani otthon saját erőből, de azt kell, hogy mondjam, így a harmadik évfolyamban megtanultam tanulni igazán, és megtanultam azt, hogy a vizsgaidőszakot hogy kell teljesíteni, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobb mederben vagyok, és sikerülnek a dolgok a jogi egyetemen. Neked ez a nyár is emlékezetes maradt, hiszen ott lehettél Kínában az univerziádén. Ez milyen élmény volt? Talán az óriási jelzőt tudom a legjobban leírni, vagy a fantasztikussal. Egy életre szóló mindenképpen, tehát ugye Kínában sem jár minden nap az ember, majdnem 3 hetet tölthettünk el, előtte volt egy hónapos felkészülésünk is. Rengeteg olyan csapattal találkoztam, olyan nációkkal, nemzetekkel, akikkel valószínűleg soha, vagy nem valószínűleg, hogy sokszor fogok találkozni. Rendkívül jó társaság jött össze, nagyon jó volt a kohézió a csapaton belül, megértettük egymást. A pici hiányérzet persze van bennem, mert az eredmény az nem igazán fényes, de azt gondolom, hogy az elvégzett munkára nem lehet panasz. Egyáltalán nem vettük félváról a tornát, de kell látni, hogy jelenleg a magyar utánpótlás a világ élvonalától elég messze áll. 60-an igaz ez ugye az U23-as, U24-es korosztályra, mert ezt törelte fel az univerziádé, de mint élmény, illetve tapasztalatszerzés, maximálisan elégedett vagyok vele. 4 év szünet után tértél vissza a nyíregyházi csapatba. Mi történt veled az elmúlt időszakban? Megsérültem, és kell sok idő, hogy visszajövök, és a fejbe kell nekem sok idő, de most, hogy minden jó kijött, most itt vagyok, segíteni a csapatban. Hogy érzed, milyen a csapat? Hogy érzed magad itt Nyíregyházán? Nekem mindig tetszett itt Nyíregyháza, sajnos elmentem, de most, hogy visszajöttem, nagyon örülök, és próbálok segíteni a csapatba. Milyen lehet a csapat? Lesz jobb a csapat? Kicsi dolog hiányzik, nagyon-nagyon kicsi dolog hiányzik. A bent a csapatban a dolog jó kinéz,
de a pályában valami hiányzik, és kell dolgozni, és kell keresni a kicsi pontját, ki nem jó sikert. És te magaddal mennyire vagy elégedett? Neked lesz jobb? Megint kell kicsit idő, de sok edzés kell, és a időben minden visszajön. Két meccs előtt, rengeteg viszont már mögötted van a 2011-es esztendőben, ha majd leülsz és készítesz egy mérleget a fenyőfa alatt vagy szilveszter előtt, mi az, ami leginkább eszedbe jut majd a 2011-es évről, mik azok, amik a legmélyebb nyomokat hagyták benned? 2011-es évről mindenféleképpen eszembe fog jutni az, hogy olyan szituációval találkoztam, amivel még edzői karrieremben soha, akár utánpótlás, akár felnőtt csapat élén dolgoztam, hisz egy olyan páratlan sérülés hullám söpört végig a csapaton, hogy egy időben mind a három magas játékosunk megsérült. Egy teljesen új kihívás volt itt a szakmai stáb, illetve a játékosoknak is. Egy ilyen alacsony szerkezete történő átváltás. Utólag már elárulhatom, hogy több meghatározó játékosunk, Savic, Curtis Marshall, vagy Boško Stojakovic elárulták, ők még ilyen szituációban sose voltak. Tehát annyira tanástalanok voltunk az elején, hogy mit és hogy kéne csinálni. Kevés időnk volt, hisz játszottunk a CBL-ben is, illetve játszottunk a magyar bajnokságban is, sűrű volt a menetrend, de ennek ellenére a kevés edzés alatt sikerült ezt a harcmódot viszonylag jól elsajátítanunk. Ami azért a kosárlabda igazságát visszahozta, az, hogy hiába játszottunk 35-36 percig önmagunkhoz képest extrán, sajnos az ellenfelek az utolsó 3-4 percben kihasználva a magassági fölényüket, bedaráltak minket, és ezzel szoros mérkőzéseken ugyan veleségeket szenvedtünk el. Ezt követően belátta a klubvezetés, hogy mindenféleképpen egy változtatásra van szükségünk. Stojakovic helyett érkezett hozzánk Jogo, illetve bíztunk abból, hogy Ciglár László minél hamarabb fölépül. Volt, amikor egy centerre játszottunk, volt, amikor Ciglárral, Jogóval, és bravo győzelmeket arattunk, gondolok itt akár a Pécsen elért, szoros mérkőzésen elért idegenbeli sikerünkre hazai pályán. Igaz, hogy év végén, december végén, de sikerült a akkori listavezető Albakompot is megverni. Tehát ez mindenféleképpen tanulságos év volt, nem csak nekem, hanem a játékosok számára is. Nyáron viszont új játékosok érkeztek, voltak távozók, új csapatot kell építeni. Mekkora kívás az, hogy gyakorlatilag minden szezonra ebben a sportágban össze kell rakni egy új csapatot, ráadásul egy olyan sportágban, ahol azért figurák vannak, tehát ismerni kell egymás gondolatát is a játékosoknak. Én úgy gondolom, hogy ez minden edző számára óriási kihívás. Ami a legnehezebb ebben az, hogy tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a mi klubunk, hanem szinte az egész országban olyan gazdasági helyzet van, hogy sokszor azt mondom, hogy nadrágszíjat kell meghúzni, egy kevesebb költségvetésből kell, olcsóbb játékosokból kell tudni egy hasonló színvonalat nyújtó csapatot összehozni. Ez nem egyszerű feladat, hisz nem véletlenül van a játékosok ára között differencia. Természetesen, ha valaki esetleg olcsóbb árfekvésű van, akkor képességei nem olyan kiválóak. Egy síkú játékos esetleg. Mi választottuk ezt az utat, hogy inkább kevesebbet vállalunk, de azt biztosan betartjuk, mint az, hogy felelőtlenül ígérgettünk volna akár a saját játékosainknak, akár a légiósainknak. Új csapatot építettünk, egyedül Jogo maradt meg idegen légiósként a tavalyi keretünkből. Érkezett hozzánk Fekete Stefan, illetve Iván Miskovics palánk alá. Mind a kettő fiatal játékos, csapataikban eddig kiegészítő szerepben volt főleg részük. Mi adni akartunk, illetve adtunk nekik egy lehetőséget, hogy próbáljanak, azt mondom, ezzel élni. Így évvégén azt mondom, hogy a bajnokság első fordulóiban nagyon jól éltek ezekkel a lehetőségekkel. Sajnos a bajnokság 7., 8., 9., 10. fordulójában már az ellenfeleink kiismerték őket, kiismerték az ők játéktudásukat, készültek belőlük, és sajnos bebizonyosodott az, hogy nagy nyomás alatt, fiatalkoruk miatt, illetve képességbeli gondok miatt nem mindig tudják a jó döntést meghozni.
ha már a fiatalokról esett szó, rajtuk kívül is több fiatal, saját nevelési fiatal van a keretben, az mekkora kihívás, hogy eredmény is, közben azért a fejlődésükre is kell figyelni. Fiataljaink ugye már tavalyi év végén is azt mondom, hogy az alsóházi rájátszásban, tehát a bajnoki szezon év végén, ugye ami május hónapnak nevezhető, akkor május hónapban ők már kaptak azért az alsóházban lehetőséget. Bebizonyították azt, hogy olyan csapatok kellene, ahol már elküldték a légiósokat, vagy a bajnokság végén már ugye úgymond kicsit kedvét vesztett magyar játékosok vannak, azok ellen már fölveszik a harcot. Felkészülési tornán fokozatosan játékba tartottuk őket, illetve adtunk nekik lehetőséget. Voltak mérkőzések, amikor nagyon jól teljesítettek, voltak mérkőzések, amikor kevésbé. Hozzátartozik ahhoz, hogy még nincs megfelelő élvonalbeli tapasztalatunk. Nehéz úgy, hogy az eredmény is jó legyen, a fiatalok is pályán legyenek, tapasztalatot szerezzenek. Ezt az egyensúlyt kell valahogy megtalálni, viszont tudjuk nagyon jól, hogy akár egy-két-három éven belül ezekre a fiatal saját nevelésű játékosainkra támaszkodhatunk, hisz eddig sem volt jellemző nagyon arra, hogy ide Nyíregyházára nagyon sok magyar válogatott játékos igazoljon, ezt is inkább gazdasági helyzetünkre vezetném vissza, úgyhogy célunk az, hogy a mostani bajnokságban is azért azt mondom, hogy szeretnénk elérni azt, amit tavaly elértünk, a 10. helyezést, biztosan azért bemaradjunk, és emellett a fiataljaink olyan tapasztalatokat szerezzenek, hogy a következő bajnoki szezonban már egy sokkal nagyobb feladattal tudjanak esetleg megbirkózni. Neked a nyara sem volt szabad, a válogatott korosztály és válogatott mellett töltöttél jó néhány hetet. Erre az időszakra, hogy emlékszel vissza? Gondolom, hogy ez is egy tanulságos időszak volt. Én úgy kerültem ehhez a válogatotthoz, hogy az U20-as válogatottal dolgoztam együtt ugye Zsoldos Andrással. Ő azt a koncepciót választotta, hogy inkább elkezd alulról egy válogatottat fölépíteni. Gondolok itt ugye a 16 évesekre és egészen 20 éves koráig végigvinni őket. Számomra azért volt furcsa ez a váltás, hogy nem a úgymond a legfelső 20-as korosztálynál maradunk, hisz ebben a korosztályban én nem dolgoztam utánpótlás edzőként, magyarul nem ismertem a játékosokat. Tehát amikor kezdődött a nyári felkészülés, én akkor először találkoztam a gyerekekkel, tehát számomra is új volt, hogy egyszerre 15-16 játékossal megismerkedni, velük együtt dolgozni, egy-két nap alatt ezen a tűzkerességen úgy mind a játékosok mindén átestünk, és nagyon jó mentalitású kis társaság volt, és rendkívül szolgalmasak, azt mondom, képességeit tekintve nem extra képességű, de egy nagyon mentálisan erős és egy nagyon jó összetartó kis közösséget sikerült építenünk, és kint az Európa bajnokságon, azt mondom, hogy egy kicsit úgymond pozitív meglepetést okozva, sikerült végül is a 5. helyezést megszereznünk a B divízióban. És hát egy valami miatt biztos, hogy emlékezetes már a számodra a 2011-es év, hiszen most már nem két tag, hanem három tag a Ferenci család. 2011. szeptember 4-én megszületett a kisfiam Ferenci Ádám, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, tudjuk, hogy ez egy nagyon nagy felelősség a mai világban egy gyermeket fölnevelni, és próbálunk ennek a kihívásnak megfelelni. Ez volt a Malsó Kosár TV 3. adása, legközelebb januárban találkozunk, addig is kellemes karácsonyi ünnepekre és boldog új évet kívánunk mindenkinek a Kölcsei Televízió stábja nevében, a viszontlátásra!